Németh Kéri német nemzetiségi tánccsoport 1995-ben alakult. Országszerte vannak fellépéseik, külföldön is gyakran vendégszerepelnek. Rendszeresen részt vesznek a magyarországi német ének, zene és tánckarok országos tanácsa által 3 évente meghirdetett minősítő fesztiválon, ahol már többször aranyminősítést értek el. A helyi német nemzetiségi önkormányzat 2009-ben a Németh Kéri németségért nívó díjjal ismerte el munkájukat. A 95-ös megalakulás óta a tánccsoport elsődleges küldetése, célkitűzése a magyarországi német néptánckincs megőrzése, összegyűjtése, színpadra állítása. Különös hangsúlyt fektetve a Németh Kéri, tehát a 18. században Németh Kérre betelepült sváb lakosság tánc hagyományainak, illetve a zenei és ének kultúrájának a megőrzése, összegyűjtése, és mindezeknek a hiteles módon történő átadása. Az együttes művészeti vezetője családjából hozta a hagyományok tiszteletét. Óvodás kora óta táncol, az elsők között csatlakozott az immár 27 éve működő tánccsoporthoz. Elvégezte a magyarországi német néptáncoktatók képzését, a német néptánckultúra területén végzett kimagasló munkájáért 2017-ben kitüntetést kapott. 95-ben, amikor ez a tánccsoport megalakult, akkor én az első táncpróbára elmentem. Valószínű, hogy úgy emlékszem, hogy egy felhívás kapcsán az iskolában meghirdették, hogy indul egy tánccsoport, és én akkor az osztálytársaimmal karöltve megjelentem az első táncpróbán, és megtetszett, és azóta itt vagyok, és most már vezető szerepet is betöltök egy jó pár éve. 2006 óta vezetem a tánccsoport háttérmunkáját, a fellépések szervezését, és 2010 óta pedig a próbáknak a vezetését, a koreográfiák készítését. Tehát azóta, 2010 óta funkcionálok művészeti vezetőként is. Mindenképpen úgy gondolom, hogy ez egy fontos dolog életében ez a tánccsoport. Németh Kéri életében fontos dolog ez a tánccsoport, ugyanis hát messze földre visszük Németh Kér hírnevét, és szerintem, hogyha ezt a, úgymond a falu lakossága is magáénak tudja, akkor ez nem fog kihalni. 1997-ben alapították meg a Német Nemzetiségi Táncegyesületet, hogy megkönnyítsék a tánccsoport munkáját és pályázati tevékenységét. Pont múlt héten jött az értesítés, hogy 1 millió forintot nyertünk a táncos helységünknek a teljes körű felújítására. Egyébként ez a helység, ahol mi most vagyunk, erről van szó. Úgyhogy mindent megragad az Egyesület, hogy a tánccsoport munkáját megkönnyítse. Tehát fontosnak tartjuk az élő zenei kísérletet, amire szintén kell anyagi forrás biztosítani, illetve ami nagyon fontos, még a viseleteknek a megóvása. Folyamatosan varrotunk új viseleteket, ami miatt szintén kell pályázatot beadni, mert önerőből nem lehetne finanszírozni. Jelenleg Rebeka egy századforduló utáni viseletet hord. Ezt az 1910-es évektől egészen a II. világháborúig használták Németh Kéren. Ez egy ünnepi viselet, egy vasárnapi templomba járós viseletnek is szokták nevezni. A Németh Kéri viseletre a sűrűn rakott szoknya jellemző, alatta 4 darab keményre vasalt alsó szoknyával, és a fekete csipke díszítés. Az Egyesület viselettára már több garnitúra viselettel büszkélkedik. 2006-ban kezdte el édesanyám a táncot, azóta oszlopos tagja ő is a tánccsoportnak, és amikor 7 éves lettem, akkor én is beiratkoztam a tánccsoportba, és azóta nagyon nagy boldogsággal minden pénteken járok a próbákra is. Budapesten tanulok, az ELTE-n elvégeztem a germanisztikát, ezen belül a német nemzetiségi szakot, és idén pedig ugyanúgy szintén az ELTE-n német nemzetiségi középiskolai tanár leszek, és emellé a biológia
szakpárt választottam. Úgyhogy most ezt tanulom, és minden pénteken hazajövök a táncpróbákra. A tánccsoport és az egyesület nélkül nem tudnám elképzelni az életemet. 2022-ben is sok fellépés vár az együttesre. Legbüszkébbek arra, hogy meghívást kaptak a magyarországi német nemzetiségi önkormányzatok napján rendezett gálaműsorra, amelyen autentikus németkéri lépésmotívumokkal korábban aranyminősítést elért koreográfiájukat fogják előadni.